36. helyezés a 7 napos 1800 kilométeres Albán Rally, harmadik helye a Riverside Baja tereprali futamon. Horváth Lajos motorversenyző januári Dakar debütálása óta a visszatérésre készül Dél-Amerikába. Térdsérülése után ezek már felkészülési terepek voltak számára. Laller a vendégünk, szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hát térdoperáció után kimaradt ez a kegyetlen hosszú távú Hellász Rally, azt még nem engedte neked a doki. Ebből lett később az Albán verseny? Igen, ez egy ilyen gyors döntés volt utána, hogy ha kimaradt a Hellász, akkor menjünk egy hasonló telepre, és akkor így Albániát döntöttük. A görög az túl durva lett volna? Túl korán lett volna inkább. Szerintem nem lett volna annyira durva, mint az Albán Rally, csak túl korán lett volna, és az orvosi stáb azt mondta, hogy még nem javasolja a menést. Na most, de milyen volt Albánia? Mert akkor ezt utaltál arra, hogy ez terep szempontjából lehet, hogy még nagyobb kegyetlenség volt, mint a Hellász lett volna. Ilyen tökéletes első állomás a nagy terv a Dakar visszatérés előtt? Igen, ugye a 7 napos verseny volt, és én nagyon kellemesen csalódtam Albániában. Ugye nagyon, nagyon balkán is, ugye az én információim szerint az emberek is olyan féltem tőle először. Aztán kellemesen csalódtam az albán emberekbe, viszont a terep viszonyok az egy ilyen hard enduro-s terep volt, és az én motorom az nem ennek van kitalálva, de azért megpróbáltam tisztes helytállást. Belemegyünk mindjárt a részletekbe, még itt az albánokra vonatkozóan. Tehát akkor nem bizalmatlanok, gyanakvók és ellenségesek, hanem éppen barátságosak és segítőkészek. Nagyon segítőkészek volt. Van úgy, hogy elfogy az ember benzinje, és akkor segít egy idős albán úr, igaz? Igen, igen, igen. Ez is előfordult. Ez így történt, 4 kilométerre a célot kifogyott a benzinem, és akkor jött egy motoros, és adott nekem benzint. Tehát jött egy helyi motoros, ott pötyögött és odaadta a benzinjét? Igen, igen, és mondta, hogy nyugodjunk meg, nála van egy benzincső, amit át tudjuk szívni a benzin, de addig először csodort magának egy cigarettát, és akkor utána nyugodtan elkezdtünk. De ja, szakadt az eső. Tehát, hogy nem, ez ilyen szempontból mediterrán stílus, igen, nem igen, kell rohanni. Ja, szakadt az eső? Szakadt az eső. Szakadt az eső, elpöfékelt, és aztán oda. Elkezdtünk, elszívtuk a benzint, és mentünk tovább. Ez jó, tehát akkor jó volt a benyomásod az egész. Teljesen, igen. Ez az egész 7 nap olyan igazi brutál endurós terepnek bizonyult? Igen, én nem tudtam először, én is nem is, hirtelen jött ez az egész versenyötlet, aztán, hogy utána járni, és hát ilyen Albániában nem sok aszfaltos út létezik, és szikla, kő, akkor megduzzott patakok átkelése, és különböző kavicsos sziklás részek, ezek nagyon kellemetlenül érintettek. Patakban nehezebb motorozni, vagy kiszámítottan a szikladarabok között? Hát ez is, igazából a patakban az volt a probléma, hogy ilyen emberfénycsövű kövek voltak, és mozogtak alattunk a talaj, és így elvitte a motort. Volt olyan rész, hogy belementem egy vízbe, kicsit megtorpant a motor, és elvitte a víz arrébb egy ilyen fél méterrel. Uh-huh. Elég nagy tehát ott már raftingosnak éreztem. Elég, igen. Pereceltél? Volt azért rengeteg esés, úgyhogy... Azokat látjuk itt a igen, karogon. Igen, sportsérülések. Számolatlan egyébként, vagy azért most van strigulád azért? Nem, számolatlan azért, mert ugye eldőlések vannak inkább, nem is az esések, mert a sziklákor való nem tudsz gyorsan menni, és a motor a súlyánál fogva eldől inkább, nem bírod megtartani. Hát olyan nagyobb esés vagy olyan típus, amikor már elrugod, azt elrepül a motor, olyan volt gondolom, de ritkábban, nem? Most szerencsére nem volt, inkább csak ezek a eldőlés, meg a kövön elpattan a motor és kifordul alól, de ilyenek voltak. Na most, azt mondd meg, hogy mi volt itt a hosszabb, rövidebb etapok specialitása, mert azért csak majdnem 2000 kilométerről beszélünk. Hát ugye a tereprali úgy áll össze, hogy van egy mércszakasz és egy összekötő szakasz. Normális versenyeken a mércszakasz az murván zajlik, és az összekötő az aszfalton. Hát ugye Albániában nincsen aszfalt, így minden az összekötő szakasz is murván zajlott, és volt olyan részek, ahol közel olyan nehézségű volt az etap, mint a mércszakasz. Volt egy 455 kilométeres napunk. Na, az már a Dakar poklot megközelítette? Igen, egy ilyen 15-16 órás motorozás volt így a 450 kilométer, hogy ki lehet számolni, hogy milyen átlagot tudtunk menni. Ilyen olyan volt, mintha egy 5 kilométeren keresztül mentünk volna fölfelé egy lépcsőn, csak sziklákon. No, 36. lettél, ez fontos? Mármint, hogy a részvétel a fontos jelen pillanatban, inkább mert készülsz valamire, a nagy versenyre, de önmagad állapota szempontjából ez milyen visszajelzés volt? Igazából 67-en voltunk motorosok, és úgy mentünk oda, hogy nem foglalkozunk az eredménnyel, csak motorozzunk, és ugye gyűjtsük a kilométereket. És meglepődtem, hogy 37. helyen sikerült célba érni. Voltak igazából
általunk nem nagy nevek, de itt ez 13. alkalommal volt megrendezve, és volt, akik már ott voltak 13 alkalommal, és ők elég jól mentek. Hát volt helyismeret. Igen. Volt-e közöttetek olyan rajtad kívül, aki dakarozott, vagy dakarozni fog? Volt egy úriember, aki 2010-ben ment a Dakaron, egy olasz srác, avval sikerült egy-két szót váltani, de úgy ismeretlenek voltak számomra. Mentálisan, fizikailag vagy technikailag volt a legkeményebb próbatétel a jelen állapotodban? Igazából a Dakaron hazajöve rengeteg dolgot megtapasztaltunk, és ezt most próbáltam kamatoztatni, és ráálltam arra, hogy nem kommunikáltam senkivel, csak tettem a dolgomat, és most ez így bejött, úgy érzem. Tehát, hogy ezt magadba kell megoldani, magadba kell a szó jó értelmében fordulni, igaz? Igen, pontosan, és most sikerült ezt végvinni, és azt hiszem, hogy jó úton járunk a cél felé. Nézzük például az egyiket, a rémálmok most elkerültek? Nem, volt azért rémálom, és folyamatosan, tehát nekem ezen kell dolgoznom magamon, hogy beszélek a verseny elején, hogy mi fog rám várni, nem tudtam. És ugye a harmadik után már úgy minden nap kaptunk egy kis újat, és aztán úgy kezdtem úgy belerázódni, és azt gondoltam, hogy már itt már nincs, már végeztünk, már nincs több új, és mindig volt, és minden nap volt új. Utolsó nap is volt egy 15 kilométeres ilyen ekrológ, ilyen végis verseny. Hát ott majdnem ott hagytam a motoromat, mert egy ilyen patakas átkelésen át kellett menni, és egy ilyen 1 méter 20 centis sárból sikerült bele cuppanni, és alig bírtam kijönni belőle, úgyhogy majdnem ott hagytam a motort végén. Na most, amit mondasz, tehát azt jelenti, hogy neked azon kell a Dakarig dolgozni, hogy amikor elindulsz a nagy versenyen, akkor az elején is már nagyon nyugodt legyél, és ne felstresszelt állapotba vágjál. Igen, nem szabad túl stresszelni a dolgot, mert úgy gondolom, hogy ez is egy verseny, és igaz, kicsit hosszabb, kicsit nehezebb, de úgy kell odaállnom, hogy tényleg készen állok lelkileg. A gyógyuló lábad az hogy bírta mindezt? Nem volt korai a terhelés? Nem, nagyon jól viselkedett, napi 2-3 algopirinnel úgy el voltam vele, de inkább megelőztük a bajt, és úgy gondoltam, hogy mielőtt elkezdene fájni, akkor vettünk egy kis narkotikumot, és akkor így kibírta a verseny, de teljesen jól viselkedett, és nincsen baja. Azt mondnak, hogy hogy áll a Lawler Racing Team anyagi háttere a Dakarra gyűjtve, arra vagyok kíváncsi, hogy kell-e többet áldozni, mint legutóbb ahhoz, hogy jobb legyen majd az eredmény. Igazából teljesen más koncepciót kezdtünk felépíteni erre az évre, és hát nem vagyunk túl jó helyzetben ebből a szempontból. Ugye még van fél év, a regisztráció megtörtént a Dakarra. Hát a pénzgyűjtés az nagyon folyik. Nem valószínű, hogy többet kell áldoznunk. Ugye a motorom az megvan, azon lesz egy felújítás, amit a végén majd megcsinálunk, mert egész évben szeretném ezt a motort használni. Tehát amivel most voltál, azzal mész majd azzal Limától Kordóbáig, hogyha minden igaz, igen. Jól megy, igaz? Ugye ebben plusz költség nem várható, ugye a felújítási költség az amúgy is meg lenne. Szerintem ugyanannyiból ki fog jönni, mint tavaly. Mi lesz majd Dakar előtt a főpróba? Hát ez egy nagyon, nagyon új keletű dolog. Egy Amerikába szeretnénk elmenni a Baja 500-ra. Ugye ez Mexikóba lesz, és azt gondoltuk, hogy az októberben egy tökéletes felkészülés, mert ez már a Dakarhoz teljesen megfelelő környezet és időjárás, és ezen dolgozom nagyon most, hogy ez összejöjjön. Ott első magyar lennél? Igen. Ott első magyar lennél. Igen. És az már akkor terep meg ilyen szempontból is jelentős hasonlóságokat mutat? Igen, és időjárás viszontagságok, sivatagos részek vannak, ott is ilyen sziklás inkább. Erre most nagyon gyúrunk, és ezt egy lehetőséget kaptam, van egy kanadai támogatóm, aki mondta, hogy elintéz nekem mindent, úgyhogy bérelünk innen egy motort, és amikor az én motoromat újítják fel, addig egy bérelt motorral tudunk innen menni. Világos, tehát azon a versenyen akkor a bérelt motorral menni, és addig készülne el a végleges formájába. Ahogy mondtam, Limából, Kordóbába, Argentinába tart majd a 2018-as Dakar. A legutóbbihoz képest sok változás várható, mit tudsz a versenyről? Hát ugye belépett a limai rendszer, és ott a világ legnagyobb dűnéi vannak Peruban. Én ezt kicsit ettől tartok, mert van ilyen 300 méteres katedrál dűne, ami azt jelenti, hogy nem több kilométeren keresztül mész föl, hanem ott megállsz, és akkor egyszer csak 300 méter is föl kell menni rajta. Ez szinte kicsit függőlegesen, igaz? Igen, ettől kicsit tartok, de tervezek egy marokkói ilyen kis túrát, ami teljesen versenymentesen, csak egy motorozással sivatagból, hogy ott rászokjunk. Tehát, hogy ott egy dűnefogyasztás, igen, igaz? Tehát igen. Egy előzetes dűnefogyasztás lenne. Na most, ha gondolsz erre a
erre a Dakarra, ami mindig ott lebeg előtted, akkor idén az a cél a tavalyhoz képest, hogy végigmenni? Igen, mindenképpen végigmenni, és ugye nekem az a nagy tervem, hogy a édesapám emlékének szeretnék ebben tisztelegni. Ugye nincs közöttünk már 22 éve, és szeretném neki, ugye most hát 44 évesen halt meg, én most 44 éves vagyok, és úgy gondolom, most lesz itt az alkalom, hogy bebizonyítsam neki, hogy tényleg méltóan viseltem az ő nevét eddig. Uh-huh. Tehát apa, végigcsináltam? Igen, ez a terv. Hát hajrá, jó készülődést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.